gyáli polgármesteri hivatalban gyűltek össze az agglomerációs települések vezetői, hogy egy közös álláspontot fogalmazzanak meg a bevezetendő megyei matricarendszerrel kapcsolatban, ami változás a korábbiakhoz képest, hogy a megyei matricarendszert támogatják a települési önkormányzatok vezetői. A különbség az az, hogy azt szeretnék elérni, hogy az eddig ingyenes autópályaszakaszok a jövőben is azok maradjanak. Mindenki ugyanazt gondolja, és én nagyon hálás vagyok Pápai Mihálynak, gyáli polgármesterének, hogy összehívta ezt az egyeztetést, megjegyzem, ezt már múlt héten megtette, amikor napvilágot látott a médiában ez az elképzelés. Mindannyian meg voltunk lepődve azon, hogy egy újsághírből értesültünk arról, hogy milyen szándék van január 1-től. El tudják érni azt a célt, hogy a most ingyenes szakaszok ingyenesek is maradjanak, tehát az M0-as és a bevezető autópálya szakaszok? Nyilván ez a célunk, hogy ezt elérjük, ezért gyűltünk itt össze, ezért próbálunk együtt fellépni ennek a célnak az elérése érdekében. Nem tudom megmondani, hogy el tudjuk érni, remélem, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet és erre a problémára. A közös munka segíthet abban, hogy hatékonyabban tudják felhívni magukra a figyelmet? Hát ha együtt lépünk fel, azért az agglomerációs térség egy nagyon széles körtől áll föl. Én úgy gondolom, ha együtt lépünk fel, akkor van esélyünk. Van erre elképzelés, hogy Török-Bálinton mennyire növekedne meg a forgalom, hogyha fizetősé válnának a most ingyenes autópályaszakaszok? Ez is a jóslás kategóriájába tartozik. Nem tudom megmondani, attól tartunk, hogy meg fog növekedni. És nekem erről az a külön véleményem, hogy nem szeretnénk a kísérleti nyúl szerepét betölteni. Tehát azt mondják, hogy majd ezek az emberek fölmennek az autópályára, és mi van, ha nem? Ez a fő problémánk. Van erre a városnak vészforgatókönyve, hogy mi lesz akkor, hogyha nem mennek föl az áthaladók az autópályák? Hát őszintén megmondom, nincs vészforgatókönyvünk. Nem tudjuk, hogy mit fogunk tenni. Nyilván ugyanúgy megpróbálunk összefogni majd a többi településen, mert akkor valószínűleg ez a többi település is fogja érinteni. Nem arról van szó, hogy azokkal szemben, akiknek jó tesz az, hogy 5000 forintos lesz a megyei matrica. Szeretnénk azt elérni, hogy a budőrsieknek ez ne kelljen fizetni, de hogy is, hát nekik ugyanúgy meg kell fizetni az 5000 forintos matricát, ha elmennek a megyén belül bárhová. Azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik egyébként nem járnak az autópályán sehova, de az elkerülő utak szerves részei az adott településeknek, a közúthálózatuknak, mint ahogy ez a világ nagyvárosaiban is így van, az elkerülő utak és a városon keresztül bevezető szakaszok, ezek ne legyenek fizetősek, hiszen ez azt fogja eredményezni, akiknek csak ilyen jellegű úti céljuk van, azok a belső úthálózatot fogják terhelni, és ez hát olyan károkat okozhat a település nyugalma, levegője és közlekedési szempontjából, ami beláthatatlan. Hogyan tudják eredményesen képviselni a települések érdekeit? Elmondta a Pápai polgármester úr is, hogy bízunk abban, hogy a kormány megérti azt, hogy ha egységesen politikai oldalaktól függetlenül szakmai érvek mentén lépünk fel, akkor nincs értelme ennek a minimális bevételnek, tehát az elfogadott költségvetés, nem a településeké, hanem az ország elfogadott költségvetése tekintetében. Ez egy olyan ellenyésző összeg, ami egyébként nem is biztos, hogy be fog folyni, mert hogy akik megveszik a megyei, a heti vagy az éves matricákat, azok szerintem lefedik nagy részt majd az autópálya használatból származó bevételeket. Tehát ez egy olyan kicsi összeg, ami tulajdonképpen nem tudja alátámasztani azt, hogy miért érdemes ezzel sújtani, kárt okozni azoknak a településeknek és az ott élőknek. Tehát nincs összhang a kettő között. Én azt gondolom, hogy ha ezt mérlegelni fogják azok, akiknek ezzel kapcsolatban döntési lehetőségük van, akkor tudnak egy olyan helyzetet teremteni, aminek mindenki örül, hogy nem lesznek vesztesek, és mindenki nyertes lesz. Én szerintem ez egy jó döntés, általában is egy társadalom számára az a jó, ha ellenzék és kormánypártok nem, hát hogy mondjam, úgy tekintenek egymásra, mint a másikra, mint hogyha az az ördögtől való, és egyébként olyan dolgokat képviselnek, ami elfogadhatatlan, hanem megpróbálják megkeresni azt, hogy mi az, ami mindenkinek jó. Mi Budaörsön mindig ezt tesszük, és a tegnapi testületi ülésen a kormánypárti és a független képviselők és az ellenzéki képviselők, mindenki ugyanazt gondolta erről, közösen adtunk ki egy állásfoglalást. A legutóbbi testületi ülésen a képviselő testület elfogadott egy olyan nyilatkozatot, melynek a lényege az, hogy
hogy tulajdonképpen tiltakoznak az ellen, hogy az eddig ingyenes autópálya szakaszok a jövőben fizetőssé váljanak. Miért volt ez fontos, hogy a képviselőtestület a FAOT után egy egyhangú véleményt fogalmazzon meg? A FAOT-nél ugye megszületett egy közös polgármesteri döntés, de én úgy gondoltam, egyetértve egyébként Budaörs képviselőtestületével, hogy nagyobb nyomatékot tudunk ennek a reakciónak adni, akkor, hogyha a Török Bálint képviselőtestülete határozatban mondja ki a ellenkezésünket, vagy ellenvéleményünket a kormányzat felé. Minden egyes egyeztető tárgyaláson ott voltam, minisztériumban, FAOT-nél, minden létező televíziótársaságnak nyilatkoztam, aki erről megkérdezett. Közösségi oldalakon elmondtam erről a véleményemet. Igen, karakteresen képviseltem egyébként ezeket a szempontokat a tárgyalásokon is. Ennél többet nem tudunk tenni. Nyilván lehet azon gondolkozni, hogyha a török bántiak úgy gondolják, hogy valamiféle polgári engedetlenséghez nyúlni. Én nem gondolom, hogy ez megoldás lenne. További tárgyalásokat és egyeztetéseket javasolok. Csak ez az egy kormányzati intézkedés az, ami az M0-ást és a behajtó szakaszokat fizetősét teszi, előnytelen Török Bálint számára. Több mint 20 az érintett a belső agglomerációs gyűrűben lévő polgármester egyhangulag mondta azt, a gyáli polgármester, aki kormánypárti összehívására, vagy hát ugye van egy ilyen úgynevezett fővárosi agglomerációs települések társulása. Miért mondták egyhangulag azt, hogy ezt nem szeretnénk? Nagyon kicsi bevétel származik ebből, szerintem a nullához közelít, ugyanakkor olyan módon lehetetlenít el majd településeket, amitől meg kell óvni az itt élőket. Arról van csak szó, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy az új útdíjrendszernek a pozitív elemeit semmi baj nincsen, az be lehet vezetni, ne állítsák szembe így módon az autópályákat, használókat, csak a belső úthálózatot, a városon áthaladó és az elkerülő úthálózatokat ne terelje díjfizetés. Mi már elkezdtük a forgalomszámlálást, a levegőminőségmérést, mi csak törvényes eszközöket használhatunk, és eszem ágában sincsen más használni, de meg fogjuk próbálni megvédeni a települést, a legkülönbözőbb jogi lehetőségeket vizsgálják a munkatársaink, de hozzáteszem, ez megint olyan, hogy próbálunk keresni megoldást rossz döntésekre. Nem lehetne, hogy értelmes emberek jó döntéseket hozzanak, és ebben egyeztessenek azokkal, akik egy szűkebb érdekcsoportot, a településeket képviselik? Szerintem ez volna az üdvözítő megoldás.